Megépül az M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között. Az első 28 kilométeres szakasz kivitelezése elindult, majd a második szakaszban további 17,5 kilométeres rész készül el az ország határig. A román kormány emellett vállalta, hogy a határ és Szatmárnémeti közötti 12 kilométeres szakaszt is megépíti. Jelentette be Lázár János építésügyi és közlekedésügyi miniszter Nyírmegyesen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A teljes beruházás magyar oldalon csaknem 340 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2026 végére készül el. Ez az egyetlen gyorsforgalmi út, amelyet a tavalyi beruházási stopp után jóvá hagyott a kormány. Még csak a markoló és az úthenger tud közlekedni a Nyíregyházát Szatmárnémetivel összekötő gyorsforgalmi út nyomvonalán. A beruházás első szakaszát nemrég kezdte el a kivitelező. A munka 5%-a készült el eddig. Az út nagyon fontos fejlesztés lesz a párciumi Szatmárnémeti számára. Ez nem csak egy magyarországi beruházás, hanem gyakorlatilag bekapcsolja Észak-Parciumot, bekapcsolja Szatmár térségét, Észak-Nyugat Romániát is az európai autópálya hálózatba. Mi is a magunk részéről a romániai oldal a maximális komolysággal állunk hozzá ez a beruházáshoz, és azon a 14 kilométeres szakaszon, ami Szatmárnémeti körgyűrűjét összeköti ezzel az M49-essel, már megvalósíthatósági tanulmány elkészült, régészeti mentesítés megvolt, készül a műszaki terv, illetve a kisátítási korridor, a kisátítási útvonal a meghatározásra került, és elkülönítették azokat a pénzösszegeket, amelyek kártalanítani fogják a tulajdonosokat. A szatmári térség számára azért kiemelt ez a beruházás, mert a 49-es utat naponta 10 000 jármű használja, így nagyon balesetveszélyessé vált. Szatmárnémeti, mint a régi megye legnagyobb városa, és azt gondolom, hogy Párcium egyik legnagyobb városa, nagyon közel van hozzánk. Ez akár foglalkoztatásban, akár pedig a cégek együttműködésében is szerepet játszhat. Emellett azt gondolom, hogy a közlekedés biztonságát is meg kell, hogy említsem, hiszen a 49-es nyomvonal végig az 5-ös választókereten jön keresztül, és nagyon kanyargós településeken több mint 10 000 jármű megyen 24 órán keresztül, úgyhogy én nagyon nagy tisztelettel köszönöm a kormánynak, hogy nagyon kevés autópálya épül 2023-ban, a M49-es része lett ennek. Az épülő gyorsforgalmi út a Beregi térség számára is fejlődést jelent. Fehérgyarmat környékéről is sokan tudják majd elérni az autópálya hálózatot. Ha valaki Fehérgyarmatról Mátészalkára, Budapestre akar menni, akkor elég gyakran el szoktak kerülni Mátészalkát, hiszen ahogy képviselőtársam Sanyi mondta, szinte lehetetlen közlekedni az M49-esen a forgalom miatt. Én is, ha tehetem, akkor Vásárosnamény felé megyek, ahol már szerencsére van autópálya. Mi a szatmári térségben élők azért örülünk ennek a beruházásnak, mert így Fehérgyarmatról gyakorlatilag egy település, Tunyogmatolcs után mi is gyorsforgalmi úton tudunk eljutni az ország szívébe, és akár Nyugat-Európába, akár Bécsbe is, vagy Bécsből vissza könnyen el lehet jutni Szatmárnémeti felé, és bízunk abban, hogy ez nem csak egy Nyíregyháza Szatmárnémeti, hanem akár egy Kassa Szatmárnémeti, és akár közelebb hozhatja mondjuk egy Beregszász Szatmárnémeti településeket is egymáshoz. A beruházásról tartott tájékoztatón Lázár János építési és közlekedési miniszter azt mondta, 2026 végére elkészülhet a csaknem 60 kilométeres gyorsforgalmi út. Ez a beruházás azért különösen fontos, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc háromszögből egy új gazdasági övezetet épít Győrhöz vagy Budapesthez hasonlóan. Ez a gazdasági övezet elsősorban ipari övezet lesz, ahol az autóipar és az autóiparnak beszállítók lesznek a meghatározók. Ehhez munkaerőre van szükség, a munkaerőt pedig legkönnyebben úgy biztosíthatjuk, hogyha könnyen jutnak el az emberek Nyíregyházára, könnyen jutnak el Szatmárnémetibe, vagy könnyen fognak eljutni majd az emberek Debrecenbe és Miskolcra. Ez praktikusan azt fogja jelenteni, még ilyen viszonyok között nem tartottam sajtótájékoztatót, de legalább ezt is megtanulom, nehezített műfaj a kormányinfónak. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a kormány minden más autópályaépítés leállítása után 2022 őszén egyetlen egy autópálya fejlesztést hagyott jóvá, Nyíregyháza Szatmárnémeti összekapcsolását, ami két részből áll, egy 28 kilométeres szakasz kivitelezéséhez kezdhetett hozzá a Duna aszfalt, mint egy 175 milliárdos beruházásképpen,
és ennek folytatásaképpen egészen a magyar-román határig megépül egy 17,5 kilométeres szakasz szintén 2026-ra, ami 150-160 milliárdba kerül majd. Terveink szerint 2026 végére a román kormánnyal való együttműködés eredményeképpen Szatmárnémeti és Nyíregyháza autópályával kapcsolódik össze, elhárul az akadálya annak, hogy a két térség gazdasági, társadalmi együttműködése megvalósulhasson. Az első szakaszban 28 kilométer épül meg, majd azt követően a Csengerig tartó 17,5 kilométeres rész. A román kormány pedig azt vállalta, hogy a Szatmárnémeti és a határ közötti 12 kilométeres szakaszt építi meg. Jelentősen csökkent a kerékpáros balesetek száma 471-es főút vármegyei szakaszán a megépült kerékpárutaknak köszönhetően. Belterületen legutóbb Nyírbogáton épült elkülönített bicikliút ezen az útvonalon. Az összesen csaknem 600 millió forint értékű beruházás záró rendezvényén elhangzott, a helyiek és a városon áthaladók is előszeretettel használják az új kerékpárutat. Bár nem feltétlenül nekik készült, a nyírbogáti kis cicák is előszeretettel használják a város belterületi kerékpárútját. Közel egy éve vehették birtokba, a helyi lakosok is a 471-es főút mentén épült, a települést Nyírbátor irányába teljesen átszelő biciklis útvonalat. A beruházást Európai Uniós forrásból valósította meg az önkormányzat, összesen csak nem 600 millió forintból. Simonné Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere a projekt záró rendezvényén azt mondta, nagy öröm számára, hogy nap mint nap rengetegen használják az elkülönített kerékpárutat. A közlekedés biztonság mindenki számára talán a legfontosabb, és ez a kerékpárút ezt garantálja az itt élőknek, az itt átutazóknak, az ide érkezőknek is. És miért is fontos még a belterületi kerékpárút? Talán azért, mert a megépült külterületi kerékpárútjaink ezzel váltak teljessé. Mert eddig megépült ugyan Nyírbogát mindkét határába, mind Nyírgelsen, mind Nyírbátor irányába a külterületi kerékpárút, illetve Kisléta Mária Pulcs irányába is, de a külterületi kerékpárutat csak a főotthonal igénybevételével tudták eddig igénybe venni a közlekedők, a belterületi kerékpárút ezt tette teljessé. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a 471-es főút mentén belterületi kerékpárút épült Nyírmihályban, Nyírgelsén, Nyírbogáton és Nyírbátorban, Nyírcsászáriban pedig meglévő kerékpárutat újítottak fel. Óvári László, a Magyar Közút vármegyei igazgatója azt mondta, a főúton történt beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkent a kerékpáros balesetek száma. A 471-es számú főút Szabolcs-Vármegyei szakasza mellett megépült kül- és belterületi kerékpárutak elkészültét követően a kerékpáros balesetek száma az elmúlt két évben mintegy 19%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárutak képítése az tulajdonképpen a baleseti statisztikában is egy jelentős javulást mutat. Tehát most már bátran biztathatok mindenkit arra, hogy nyugodt szívvel használhatja ezt az újonnan megépült létesítményt, hiszen ez azért készült el, mert a 471-esen eddig csak a forgalmi sávokon tudtak a kerékpárosok közlekedni, és tudjuk nagyon jól, hogy a 471-es számú főútnak nagyon nagy a kamion és teherautó forgalma, ami különös veszélyt jelentett az itt kerékpározók számára. A projekt záró rendezvényén elhangzott, Nyírbogát a közeljövőben Kisléta irányába szeretne belterületi kerékpárutat építeni, így a város határain belül minden átlagosnál forgalmasabb szakaszon elkülönítve tekerhetnek a helyiek és a településen áthaladók. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt szerdán éjjel 23 óra 49 perckor a 36-os számú főút 45-ös kilométer szelvényében, Nyíregyháza közelében. Az eddigi adatok szerint egy személygépkocsival közlekedő férfi elütött egy gyalogost. A baleset következtében a 32 éves nyíregyházi nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a helyszínelés idejére az érintett útszakasz teljes szélességében lezárta.
Több száz tanszeradományt osztanak ki idén a Ne dobd ki az iskolatáskád elnevezésű akciónak köszönhetően, amelyet az EAK és a Nyíregyházi Önkormányzat közösen szervezett a nyár folyamán. A hulladék udvarokban összegyűlt még jó állapotban lévő taneszközöket a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ közvetítésével vehetik át a rászorulók. Véget ért az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És Nyíregyháza város önkormányzatának közös adománygyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskola táskád című kampány során az iskola kezdéssel kapcsolatos használt, de még jó állapotú tárgyakat gyűjtötték július 12-e és augusztus 24-e között. A kezdeményezés célja kettős volt, csökkenteni a hulladék mennyiségét, ugyanakkor segíteni a rászorulókat. Az akció keretén belül megvalósul az a humánus adományozás is, amire Nyíregyháza lakossága mindig is vevő volt, és az előző akcióink is nagyon sikeresnek mondhatóak, mert több száz olyan iskolakezdési eszköz gyűlik össze az akció keretén belül, amit különböző úton, módon el tudunk juttatni a rászoruló családok részére. Jászai Menyhért alpolgármester úgy fogalmazott, Nyíregyháza lakossága idén is jelesre vizsgázott emberségből. Láthatóan észre ez a program, engem is személyesen nagyon sokan megkerestek, mert tudták, hogy ez a program, és közvetettem a családsegítők felé, kinek kell segítség. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó együttműködésre van szó az önkormányzat, a vállalkozás, a cég, illetve az intézmény között. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ éves szinten közel 6000 fővel áll kapcsolatban a nyíregyházi járás területén, akik számára széleskörű támogatást nyújtanak a szociális tanácsadáson túl az élelmiszer és tárgyi adományozásig. Tudjuk tapasztalatból, hogy a szolgáltatásokon túl borzasztó nagy jelentősége van annak, amikor egy rászoruló családnak egyfajta tárgyi segítséget is tudunk nyújtani, hiszen ha már élelmiszeradományjal, ruhaadományjal, bútoradományjal tudjuk segíteni a hétköznapokat, akkor ez az ő életükben is egy előrelépés. Mi csak abból tudunk gazdálkodni, amit a lakosság, illetve az ilyen nagyszerű partnereink akció keretében felajánlanak nekünk, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezt a lehető legjobb helyre juttassuk el. Éppen ezért az a célunk, hogy a személyes ismerettségből adódóan mindig figyeljük a családoknak a szükségleteit, igényeit, és erre megpróbáljunk reagálni. Nyilván az iskolakezdés is legalább olyan kiemelt időszak, mint a karácsonyi adománygyűjtő akció, és igyekszünk ezen kívül is minél több családot támogatni abban, hogy egy sikeres és tényleg egy boldog iskolakezdés legyen a gyerekeknek. Az adományok egy részét már át is vehették a rászorulók, összesen 111 darab iskolatáska, 65 darab toltartó, 42 darab tornazsák és 162 darab füzet gyűlt össze magánszemélyektől, valamint három alapfokú oktatási intézményből. A dübbencset, a strudlit és a kovászos töltött káposztát is megkóstolhatják azok, akik szeptember 10-én ellátogatnak a Sóstói Múzeum faluba. A régi Magyarország ízei gasztronómiai fesztiválon a kulináris élvezetek mellett kulturális programokkal és egy különleges kiállítással is várják az érdeklődőket a szervezők. Jubilál a Sóstói Múzeum falu egyetlen gasztrofesztiválja. A Régi Magyarország ízei című programot 2016-tól rendezi meg a Skanzen. A látogatókat szeptember 10-én vasárnap várják Sóstóra, ahol idén a sváb hagyományokat helyezik előtérbe a szervezők. A sajtótájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza programkínálatának egyik kiemelt eseménye ez, amely sokkal több egy hagyományos gasztrorendezvénynél. Különböző finomabbnál finomabb ételeket, ugye 21 csapat lesz, hogyha jól tudom, aki főzni fog. A középkori ételtől kezdve egészen a jelen modern ételig sokféle ételtípus fognak kínálni, de nem azt gondolom, hogy csak ez a lényeg, mert az ember szeret enni, ugye, jókat enni meg főleg, hanem azt is, hogy közben nagyon kulturális élményt kap, amiből egy kicsit tanulhat, amivel egy kicsit megbarátkozhat, hogyha esetlegesen távol áll az ő kulturális eddig tapasztalataitól. És az, hogy a svábok nem csak Nyíregyházának, hanem a Vármegyének is azt gondolom, hogy egy olyan nemzetisége, amely a 18. században az egyik nagy betelepítési hullámnak a részese volt, mert a sváb nemzetiség. A fesztivál történetében először egy nagyszabású kutatásra épülő kiállítás is nyílik, amely a Vármegyében élő svábok hagyományait, történelmét dolgozza fel. Ez a kiállítás abszolút arról fog szólni, hogy hogyan is történt az, hogy megjelentek a svábok Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében.
a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, és mi történt velük az idők folyamán. Megjelenítjük azokat a római katolikus vápszokásokat, amelyek jellemzőek rá is, még talán ma is tetten érhetőek, és hát természetesen a Málenki robotról is hírt kell adjunk, hiszen ez egy olyan sorsfordító esemény volt a svábok életében, amit nagyon nehéz és beszélni róla, és még inkább nehéz bemutatni. Mégis van egy olyan adatközlünk, akit ki kell emelnünk, hiszen ő 94 évesen a Málenki robotot megjárva mesélt nekünk. Voltak tárgyai, amiket kiállításra kölcsönadott, és ezeket mutatjuk be a Hojszottegá nevezető sváb nevű kiállításunkban. A fesztivál különlegessége, hogy a látogatók testközelből is megtapasztalhatják, hogyan készülnek a tradicionális ételek. A hagyományos sváb fogások mellett pedig természetesen a vármegyére jellemző ízeket is megkóstolhatják az érdeklődők. Jöjjenek és kóstoljanak, mert hogy ez a legfontosabb része, azt gondolom, hogy a gasztrofesztiválunknak, ami egyetlen itt a Sóstói Múzeumfaluban, és emellett pedig számos programmal fűszerezzük mindezt, amit a hajnalban szorgos kezek már elkezdenek itt készíteni a különböző portákon. Ami fontos, hogy szavazhatnak a kedves látogatók, hiszen ha még kóstolják az íztérkép segítségével a különböző portákon a csapatoknak az ételeit, meghatározhatják, hogy melyik a legízletesebb a 2023-as esztendőben. Emellett természetesen szakmai zsűrit válogatunk, akik nem csak az ételeket, hanem a hangulatot, a megjelenést és egyéb más szempontokat is fognak majd zsűrizni és értékelni. A falusi tradíciókhoz méltó módon a zene és a tánc sem maradhat el a fesztiválon. A Beregdaróci asszonykórus mellett a néptáncot nézni és művelni vágyókat is számos program fogadja. A legkisebbeket vásári komédia szórakoztatja majd. Az árpádkori falu részben középkori ételekből és lovagi játékokból is kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. A Kelet Brass Band pedig a hagyományos sváb sramli hangulatát is megidézi szeptember 10-én a Sóstói Múzeumfaluban. Fél idején túljár a Vidor Fesztivál, nagy sikerrel zajlanak a szabadtéri koncertek és teltház van a színházi előadásokon. Az év legvidámabb hetén az ország teátrumainak színe java érkezik Nyíregyházára. A Vidor falu vendéglátói várják a gasztronómia kedvelőit, és az utcazene pedig megtölti a vármegye székhely tereit. A Vidor Fesztivál amellett, hogy remek szórakozást nyújt a közönségnek, rangos versenyt is jelent az ideérkező művészek számára. A sorsolás útján összeállított zsűri Hegedűs D. Géza a Vígszínház művészének vezetésével választja majd ki a legnagyszerűbb előadásokat és a legjobb szereplőket. Az Ibrányi születésű zsűrielnök nagyszerűen érzi magát a fesztiválon, ahol korábban maga is fellépett, és kollégáival a legjobb előadásdíját is elnyerték a Quartet című végjátékkal. Lenyűgöz, hogy minden helyzetben, ahol voltam, mindig teltházzal találkoztam. Hogy a nyíregyházi, vagy itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő emberek, de lehet, hogy a megyén túl is, talán még a hajdúságból is, vagy nem tudom én, a borsodi, zempléni részről is, kíváncsiságból eljönnek az emberek. Telt házban, és odaadóan, mámorosan élik végig ezeket az előadásokat. Halló? Ed? Ja, én. Na, mondom a számot. Eldorado 5-81-91. Ellenőrizzed a vonalat? Ez a számunk? Eldorado 5-81-91. Ez fantasztikusan hangzik, nem? Ja, valóságos szimfónia. Kedden az Orlai Produkciós Iroda előadását láthatta a közönség a nagy színpadon. Neil Simon komédiája a Mezítlába Parkban egy fiatal pár első lakásba költözését mutatja be. Corey és Paul számos konfliktussal néz szembe, és egy furcsa szomszéddal is megismerkednek, akit Epres Attila alakít. Hozzá minden közel áll, ami jó, és ez egy remek szerep. A darab rég íródott, de még mindig elég jól néz ki. És ahogy elkezdtük próbálni, rájöttünk, hogy ez nem csak vígjáték. Úgyhogy nem is merem kijelenteni, hogy ez egy ilyen vígjátéki szerep, és hogy ez a fazon most, amit játszom, mert hála Istennek több rétegű figurák vannak a színpadon. Szerdán a Kamara színpadon Martin McDonough fekete komédiájának a Lénen szépének tapsolhatott a nagy érdemű. Az anya szerepében Mucsi Zoltán nyűgözte le a nézőket.
itt egy embert játszik az ember egy rendkívül szeretet nélküli környezetben, ahol a szeretet élség az átvált valami rettenetes, kíméletlen gonoszságba, félelem attól, hogy egyedül maradok, ott hagynak, és ahogy két ember szépen megeszi egymást, és tönkreteszi egymás életét. Hát jó kihívás, egy nagyon jó lehetőséget színésznek. A fesztivál hátralévő napjain a közönség találkozhat még mások mellett Molnár Piroskával, Csonka Andrással és Túróci Szabolcsal, valamint Hegedűs D. Géza koncertjét is meghallgathatja a zárónapon. A Vidor Fesztiválról egy hosszabb összeállítást pénteki Weekend című műsorunkban láthatnak majd. Sorozatban hatodik bajnoki meccsén is idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Gerlicki Máté 4 ponttal tizedik helyen álló együttese pénteken a 8 ponttal ötödik Újpesthez látogat. A forduló további párosítása a következő: MTK Budapest DVTK, Paksfehérvár FC Mezőkövest, Puskás Akadémia Zalaegerszeg, Ferencváros és Debrecen Kecskemét. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Épül az M49-es gyorsforgalmi út nyíregyházai Szatmárnémeti között. Az első 28 kilométeres szakasz kivitelezése elindult, majd a második szakaszban további 17,5 kilométeres rész készül el az ország határig. A teljes beruházás magyar oldalon csaknem 340 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2026 végére fejeződik be. Közel 5 évvel csökkent a kerékpáros balesetek száma 471-es főút mentén a megépült kül- és belterületi kerékpárutaknak köszönhetően. Többek között ez hangzott el a Nyírbogát belterületén megépült beruházás záró rendezvényén. A várost átszelő elkülönített bicikli utat Európai Uniós forrásból valósították meg. Idén a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ számára szervezett adománygyűjtés Nyíregyháza önkormányzata, valamint az EAK. A Ne dobd ki az iskola táskád elnevezésű akció célja az volt, hogy a nyár folyamán csökkentsék a hulladékká váló tanszerek mennyiségét, és segítsék a rászorulókat a még jó állapotú tanszerek összegyűjtésével. Augusztus 31-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napos idő várható, néhol gomoly és fátyol felhők lehetnek az égen. Napközben egy-egy futózáporon kívül számottevő csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a délies légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 25 fok között várható.